Köszönöm, elnök úr, a szót, ha jól látom, államtitkár úr fog válaszolni. Hát akkor tisztelt államtitkár úr, 2013. júniusában a kormány szinte örömhírként számolt be arról, hogy a magyar állam 3 milliárd forint közpénz felhasználásával 49%-os kisebbségi minősített befolyás szerzett a Széchenyi Bankban. Akkor a tulajdonszerzés úgy tűnt Orbán Viktor régóta hirdetett tervébe illeszkedik, mely szerint a magyar bankok részesedését tartósan 50%-ra kell emelni a hazai bankrendszerben. Az üzlettel kapcsolatban egy kérdés mind a mai napig nem világos. Már a tárgyalások időpontjában egészen nyilvánvaló volt, hogy a miniszterelnökkel jó kapcsolatban álló Törőcskei István bankja ijesztő számokat produkál. 2013-ban több mint 2 milliárd forintos veszteséget szenvedett el, ami egy kis banknál csőd közeli helyzettel egyenlő. Több mint nyilvánvaló, hogy a kormánynak tisztában kellett lennie a bank számaival. Akkor mégis miért szállt be az állam a pénzintézetbe? Miért volt fontos, hogy 3 milliárd forint közpénzzel tőkét emeljenek, és ezzel egy masszívan veszteséges bank 49%-os tulajdonosává tegyék a magyar államot? 2014. novemberében a Magyar Nemzeti Bank átvette az ellenőrzést a Széchenyi Bank felett, sőt, az engedélyét is visszavonta. A jegybank vizsgálatot is indított, feljelentést tettek hűtlen kezelés és más visszaélések ügyében. Tisztelt miniszter úr, pontosabban államtitkár úr, hogyan fordulhatott ez elő egy felerészben állami tulajdonú bankban? Államtitkár úr, kérem, adjon az országgyűlésnek számot arról, hogy miért döntött úgy a kormány, hogy egy csődközeli bank felét vásárolja meg, majd felszámolása után a nagybefektetőket kártalanítja, mindezt az adófizetők pénzéből. Várom a válaszát és a felelősök megnevezését. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Tálai András államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Nehéz időszakon van túl Magyarország sok tekintetben, hiszen túl kellett élni a válságot, túl kellett élni a szocialisták 8 éves kormányzását, az ország tönkretételét, pénzügyi csődbevitelét, túl kellett élni a devizahiteleseknek, hogy becsapták őket, hogy ezt is a szocialista kormányoknak köszönhetik, hogy léptecsalták őket, jólétet ígértek nekik, és a devizahitelezés, mint kiderült, a vesztüket jelentette jó néhány százezer családnak. Bizony nehéz időszakon van túl Magyarország, ebből a Fidesz kormány már jó néhány problémát helyére tett és megoldott. Következik a pénzügyi és bankrendszernek az átalakítása. A bankrendszer átalakítása, hiszen ilyen súlyos pénzügyi válság után érezhető, hogy szerkezetileg és tulajdonilag is változtatni kell a magyar bankrendszeren annak érdekében, hogy megtörténjen a helyes út, az egészséges működés az országnak, a gazdaságnak, az embereknek, a költségvetésnek a hitelezése tisztességes, módon és tisztességes módszerekkel. Ebben a döntésben illik bele a Széchenyi Bank 49%-ának a megvásárlása is. Sajnálatos módon az eredeti terv, amely szerint egy jól működő bankot hoz létre a kormány részvételével, hozunk létre, ez nem vált valóban valóra. Felszámolás lett, és az állam, mint tulajdonos 49%-ban valóban erre semmi nem kötelezte, de helytállt a betétesek irányába. Úgy gondolom, hogy az állam felelős módon járt el, mint tulajdonos annak érdekében, hogy kártalanítsa az érintett embereket. Köszönöm. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Magyar Zoltán, a Jobbik képviselője. Kérdés.